A migrációs helyzetet ellenőrizte szombati, szeptember 16-ai Helembai látogatásán Ódor Lajos miniszterelnök a nemrég átadott új Ipolyhídnál. Egyelőre nem történt incidens a határon, és a rendőri katonai jelenlétet is megerősítették, de ha kell, még több katonát vezényelnek ki. Helenbánál ez év elejétől 1346 személy lépte át illegálisan a határt, az érsekújvári járásban pedig idén évelejétől 3142 illegális menekültet regisztráltak. A kormányfő Helenbára érkezése előtt Roman Zvoda kerületi rendőrfőkapitány arról tájékoztatott, hogy katonákkal kiegészített, megerősített rendőrjárőrök szolgálnak Ipolság, Helenba és Párkány térségében, természetesen a magyarországi kollégákkal is együttműködve. Helenbán már javult a helyzet, most Ipoľšágnál a zöld határon jön át több menekült. Musím povedať, že došlo k teda posilneniu výkonu služby e, policajtov z krajských rejeteľstiev z Košíc, e, Prešova a Žiliny. V Súčas, súčasnosti za krajské rejeteľstvo je velených do protimigračných opatrení 35 policajtov a 52 vojakov v priebehu 24 hodín. A miniszterelnök szerint a leghatékonyabb az EU külső határainak a megerősítése lenne. Tomto konkrétnom prípade srbsko-maďarská hranica, kde sa snažíme pochopiteľne pomáhať aj našim maďarským kolegom. Je tam oveľa kratšia hranica a, a zároveň Maďarsko má ma, vyšší počet policajtov a, a napriek tomu nedarí sa celkom dobre zachytávať migráciu na hraniciach Európskej únie. A legfontosabb a határon élők biztonságérzete, de ha kell, akkor még több katonát vezényelnek a magyar-szlovák határra. A kormányfő ellenzi a teljes hermetikus határlezárást, továbbá elutasítja, hogy a migrációs helyzettel bárki is visszaéljen a választási kampányban.